ha van egy séma, amit politikusok ismernek, a közlemény talán kevéssé, ez egy háromszögben, ilyen piramis alakban ábrázolja, hogy az embernek milyen szükségletei vannak, amelyet a világgal szemben megfogalmaz. És itt a közösségi léttől kezdődően az egzisztenciális biztonságon, át a fizikai biztonságon minden keresztül minden megtalálható. És az általános európai fölfogás a mi szakmánkban az, hogy legalul, tehát a legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek.